Sziasztok! Szép péntek estét kívánok mindenkinek! Csonti vagyok, és ismét egy játékhírrel jelentkezem. A Blizzard ma új játékot jelentett be, mely a Hearthstone fantázia névre hallgató Warcraft témájú kártyajáték lesz. Igen, kártyajáték, jól hallottátok, mégpedig egy online kártyajátékról van szó. Akik ismeretesek a hatalomkártya, Magic the Gathering vagy Yu-Gi-Oh világában, nyilván tudják, hogy ez mit jelent, de azok számára, akiknek ez még új, röviden összefoglalnám, hogy miről is van szó. Kapsz egy kezdőpaklit mindenféle lappal, melyeknek különböző speciális képességei vannak, és összemérheted magadat és tudásodat más ellenfelekkel egy-egy kártyacsata során. Ha nyersz, új lapokat szerezhetsz, amivel tovább bővítheted a paklidat, míg végül nagy büszkén te lehetsz a kártyák bajnoka, míg egy jobb játékos el nem keni az arcodat. A játék szabályrendszeréről még nincs bővebb info, de bárki könnyedén el fogja tudni sajátítani. Teljesen ingyenes lesz, ami meglepő a Blizzardtól, és PC, Macintosh, valamint Androidos rendszereken fog futni, így tényleg bárki kipróbálhatja, bármikor, bárhol. Igaz, lesz benne lehetőség pénzt költeni is kártyákra, miért ne lenne, de ezeket akár játékkal is ki lehet majd tudni oldani, így akár végig teljesen ingyenesen játszható lesz a játék. Megjelenési dátum még nincs, de a közeljövőben várhatunk további információkat a játékkal kapcsolatban. Amennyit a videókból felfedezni véltem, a játék tele lesz csirivili effektekkel, nagyon hangulatos lesz, felsorakoztatja a World of Warcraft és a Warcraft mitológiájából ismeretes helyeket, személyeket, képességeket, és mindemellett még lesznek különböző játékos kasztok is a spéci kártyákhoz. Egy szó mint száz, bőven lesz mivel játszanunk. A játék hivatalos weboldalát linkeltem a videó leírásába, így ott tud mindenki tovább tájékozódni. A hivatalos bétára is itt lehet jelentkezni, de ez még első körben csak Amerikában indul, de remélhetőleg mi is be fogunk tudni csatlakozni. Annyi már biztos, hogy én mindenképp ki fogom próbálni a játékot, hiszen szeretem mind a World of Warcraftot, mind pedig a hasonló kártyajátékokat, és amint lesz lehetőségem, videót is készítek a bétáról, illetve magáról a játékról is. Egy szó mint száz, nagyon várom. Köszönöm a figyelmeteket, ha tetszett a videó, ne felejtsetek el feliratkozni, hamarosan ismét jelentkezem. Sziasztok!